Pillanat, téged kapnának el! Álljon meg! Álljon meg! Álljon! Hát tegye fel a kezeit! Gratulálok, Tracy! Tiszed, most érkeztem meg. Üdvözletem. Itt vagyok, melyik részen vannak? A Power Stationnek itt a hátsó felében, ami a part szakasz felé van itt. Ide parkoltuk. Jó, nem látom egy előre, de jövök. Hallom magát. Igen? Menjem most jobbra. Megvan. Szuper. Minden tiszteltem. Tiszteletel. Tracy, gratulálok a szüzesség elvesztése miatt, hallottam a jó híreket. Ez a... Köszönöm. Hogy akkor mit kell mondani? Hát... Nem tudom, Cooper ököl, pacsi! Na, nem szoktak ehhez gratulálni. Ja? Mit egy akkor hagyjuk is inkább. Ja, Mörbörs mondta, hogy nagyon ki van akadva, és hogy... Azt mondtam, hogy átadom neki a legrosszabb apadíjat igazából, hogy most már ő lehet. Na viszont, ha meg elolvashatják a vallomásokat, jó, jönnek, itt vannak a csomagtartóba. Remek ez adom, gyönyörű. Csodálatos. Tehát én ki is öltöztem, persze a csengelkapás, az kiöltözése méltó. Nem én örökké a rácsapögyre fog ülni a kis patkány. Oh. Elnézve nem olvassa, mindegy, nyugodtan. Hát, legalább megül az eszélyet a szapámnak, ha már nem lesz mellette. Hát igen, mindig azt hallom, hogy egymástól szídja mindenki, aztán meg annyit tudok, én ebben a legjobb barátom. Ott izének egymásnak folyamat. Nyalnak. Persze, tudom, ő beszéltette le a fejét, hogy lépjen ki tuti. Igen, hülyeséget csinálja. Sorba halad, Cooper? Sorba haladjak? Hát szerintem igen, nagyjából úgy van, látom, szerintem egyiket... Egyesek kezdtem, akkor a hármasabb. Egyiket véletlen elszámoztam, de igen. Melyiket? Mindegyik? Egy, kettő, három... Ja nem, hanem majd azt hiszem a négyes kéne legyen, az ötös és az ötös a négyes, azt hiszem annyit elbasztam. Ó, érzem. Elég sok mindenről van benne információ, hagyok itt, hogy elolvassa. Na és őt részét... Bizottság többször is szexuális... Ja, az durva, az durva, nagyon durva. Roszkónia. Az nagyon durva egyébként. Nem hinné el, de Cseng, mióta a nője egy hónapja nem akar vele találkozni, azóta hát kicsit... Micsoda! Hát így bebuzzult. Persze, igen, és azóta hát... Hogy is van, amikor rá fanyarodik arra, mi van, érti? Ezt Roszkó, ugye, hát sokszor szokottak... Hát nagyon alacsony, ugye, aztán csomószor érted. Hát Cseng bepróbálkozott nála, mert ugye nem tud vissza. Hát vissza. Várjon csak. Csengből meleg lett. Mai nap, hát azt mondja, hogy Cseng elkezdte szervezni egy rendőr elrablását és kivégzését. A rendőr, akit kiszemelt egy ex-Dirty Gang tag neve, nem más, mint Gustavo Locksmith. Hogy micsoda? Így van. Nem mondta el konkrétan, mi a problémája, de napok óta azt hallgatjuk. Napok óta az... Ja mi igen, van? Ő benne volt. Komolyan. Már kilépett tudtam, mert igen, abszolút. Viszont egy Csengnek valami személyes problémája van vele. Szerintem az, hogy cigány. Ezt... Igen, és hogy meg akarja ölni. Mi? Hát én azt nem engedem. Ő lesz az ügyvédem. Hát Tracy Coopernek is engedte előbb-utóbb, úgyhogy én nem hiszek azt, hogy érti, hogy maga mit enged. Micsoda? Ja, azt miről van szó? Ja, semmi. Úgyhogy igen, Csenget abszolút úgy tudom körülírni, mint egy szexuális ragadozó, aki ok nélkül uszítja a Goofy Gang tagjait arra, hogy az ő... Na várjon, ez a szexuális ragadozó, nekem ez ismerős ez a kifejezés. Igen, honnan? Mint ha már régebbről hallottam volna. Na várjon, ott csak. Meg gondolom, nem könyvbe olvastál, nem hiszem, hogy sokat olvasott. Nem gattúzót írták így? De lehet, tényleg arra emlékszem, igen, róla is hasonlókat írtak még a tárgyalás előtt. Igen, oh. Én is arra emlékszem. Szóval akkor teljes mértében Cseng állt
Luthernek a mennyi. Hát igazából mindent ő szervezett le. Persze, hát ezt elmondhatom szóba is, hogy úgy volt gyakorlatilag, hogy eljátszottuk azt, hogy én el vagyok fogva, és hogy rájöttek, hogy... Mert ugye Luther odahozott ilyen kabó papírokat, amiket elvég én írtam, de kiderült, hogy ő írta, csak rájöttünk, hogy ő írta, úgyhogy csapdába ejtettük velem, hogy engem fognak ott kinyírni, aztán végül őt nyírták ki. Főleg hát, hogy senki volt az egész mögött. Murph akkor nem is volt ott. Murph tényleg amúgy kicsit el, mintha belerángatna a legtöbb helyzetbe érték. Murph egyébként egy jó szívű ember, egy próbál törődő lenni, még nem is sikerül nem neki. Is volt idő de csak mindig belerángatja a sok fasságba. Így van. Hiába mondom ezt apámnak, nem hisz nekem. Valami jó zenét. Ezek a szituk az már inkább a kaleók illenek. Tetszik a valomások? Jók így? Nem tudom mennyit olvasott el. Tökéletesek. Végigolvastam és egy pasítom el őket. Ah. Nem emlékszem már pontosan, mi beegyeztem, hogy a Cseng átadása is benne van az egyességben, vagy nincs? Vagy csak a valomások? Cseng átadása is. Jó, és hogyan akarják elkapni? Hát nem van bármi ötlete, hogy hogyan lehetne úgy... Hát jó, hát úgy, hogy ne legyen gyanús, hát az nagyon sehogy. Arra tudok gondolni, hogy elkezdünk szervezni bankrablást, azt oda megyek vele előre a bankba, és aztán még rajtam közben. Még az is gyanús. Hogy lehetne nem gyanús? Nem szoktad csak így együtt mászkálni valahova? Hát vele nem, mert utálom, mint a szar. Hát de ezt tudatára is adja, vagy hát tudtuk ja, erről, persze, ő, meg ő is az enyémre, hogy ő is engem. Mindig azt mondja, hogy szájba fog baszni. Az a baj, miután látom, hogy rossz kovamit csinált, komolyan veszem, mint hogy szó szerint értem, és nem akarom ezt. Nem tudom, hogy lehetne esetleg kicsalni. Az a baj, így is le fog esni neki, szerintem nem tudom. Maguk a rendőrök, maguknak kéne kitárnom, mi ott, nem? Ütnék. Ja, most otthon van szerintem. Hát igen, hogy kis találkozó ott a kis lakásukba, aztán bemegyünk. Ha ez mondjuk jó ötlet, ha hazamegyek, megnézem ki van ott, vagy mennyien vannak ott, és hogyha kevesen, akkor meg jelzek magunknak, hogy jöttek, pedig csak meg én, aztán megpróbáljuk úgy elkapni, mit szól. Viszont tud erről a kis bandája, hogy hát akkor maga most... Is. Maga engem most nem vallott. Tud senki semmiről. Nem. És szeretnél, hogy lebukjon? Hát én nem akarok lebukni. Nem lenne előnyös, igen. Nem, én nem akarok lebukni. Célszerű lenne, akkor... Hát mindannyiuknak. Így van. Pontos erre céloztam. Csak ugye az lenne az észszerű, hogyha nem lennének teljes létszámmal otthon, szóval, hogy... Hát igen, hát ezért mondom, elmények körülnézek. Akkor maga a Cseng, és hát még hogyha valaki belemászik, akkor őt is talán, de... Akkor elhívom, mondom neki, hogy jöjjön haza, hogyha máshol van, beszélj meg valamit, elmondom, konfrontálom azzal kapcsolatban, mi az, hogy ő lefokozja engem, mikor csak egy csíra Kínába szökött bevándorló, aztán, ja, utána meg valahogy jelzek, vagy nem tudom. Szuper. Mikor számíthatunk erre, hogy készítsük hegységeket? Igen, ilyen... Hát szerintem egy 15 percen belül mondjuk? Még hazamegyek, lecsém az autóm... bankrablás utána, akkor szerintem lesznek hegységek. Jó, rendben. Akkor lecsém az autóm, hazamegyek, felkészülök, aztán akkor... Nem tudom, írjak egy SMS-t? Így van, az tökéletes. Írok egy SMS-t még 3 perc múlva, vagy valami, vagy 5 perc múlva, és akkor úgy tudnak enni. Szerintem ilyen... Szuper. Hát, és akkor a La Fuente Blanca lesz a helyszín. Igen. Bent lesznek az asztalnál? Igen, ott fogunk beszélgetni akkor. Rendben, legyen így. Majd találkozunk. Az biztos. Hogy bemutassanak. És a végén elmese felejts el. Minden itt van a fejem. Jaj, nem tudok vezetni, jaj. El is kell hazamenni, mert először le kéne cserélni az autót, ami normálisra.
Hát csak nézni kell, chat. Történelem tényleg megismétli önmagát. Nem hiszem el. Nem a ruhaboltban, hanem a saját otthonunkban. Lehet tényleg velem van a baj? Lehet én vagyok a hibás? Nem történt meg ez kétszer egymás után. Túl gyanús. Vaj a manapság, miért kellett ezt tenned? Olyan jó volt minden. Goofy gangra végre otthon éreztem magam. Erre most ez. Tartozások, de nem ért semmit. A barátság igaz volt. Már akinek. Mindenki fog derülni a mai napon, chat. Ne legyenek türelmetlenek, nézzétek! Valamit meg kell nézek majd ezelőtt. Ezután. Hello! Figyelj csak, mindjárt hazaérek a randiról, hogy tudnánk esetleg négy szem közt beszélni otthon? Fontos téma. Milyen randi volt ez? Milyen randi? Hát figyelj! Te dehogy is! Gyorsan, villám randi? Jó, hát érted, most még belefért egy kis cigist, meg ilyenek, hát jó, most keveset beszélgettünk. Hát érted, de most jó, hát most mi a fasz nevetsz? Nekem legalább visszaír a nő. Hol vagyok, ez igaz. Mi mindjárt hazajövök akkor. Jó, én is mindjárt ott vagyok. Halló? Cseh. Jaj. Még eltöltözünk mondjuk, szerintem nem tudom, mennyire jön be ez a ruha. Solom a helyén van. Hát egy valamit meg kell nézni, chat. Pillanat, hát el kell vegyem a képet, sajnos. Sajnálom. Ú, milyen titokzatos. Pillanatot kérek. Hát ja, megért RP, így is van. Probléma talán, esetleg? Figyeljetek, lehet ez érted, papuska most spawnol, ne érted. Most ráértek még, nem? És siettek valahova? Na, vissza is adom a képet. Látjátok, ennyi. Na, nyomjuk. Hú, ismerős ez a szó, melyik? Hm.
Igen, RPG-t addoltam úgy, csak látjátok, az inventory-ben hozzáadódott az RPG. Hogy nem lehet a vadakba hallani a zenét, amúgy annyira kár. Lát? Ah, Sticky Bomb, így van, így van. Mi a zene címe? Kérlek szépen, ez a Véden Vigó Kaleóta. Arvadot visszanézett, ezért kell élőben nézni, látjátok? Erre vagy, hello! Jó, basz van. Mondta, hát, hogy mindjárt jövök haza. Ja, jó, 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 de itt várok akkor. Oké, várjál akkor, hello! Hello! Mi Fori Live-jának a címe? Oh-oh. Rendes, mint egy sorozat utolsó rész. Szóval örülök, ha így gondoljátok. Figyeljetek azért, igyekszünk kimaxolni ezeket. Kérlekem, hogy annyit dobnak a zenéke, hogy zseniális. De zseniális amúgy. Csak az a baj, YouTube-on meg ugye most is voltak zenék, és csomószor némítja a vodot. Szóval élőbe kell nézni a streameket, nincs se chat. Aki a VOD csatornán hallja ezt, javaslom, hogy inkább érjen rá. Kiengedte, hogy oda leírja, paszkala. Jó van, már bocs. Hova üljek? Jó, földre, hát, ha odat, üljünk, de na, azért nem ülök a földre, na, figyelj csak én... Szíkre, boss, jó, jó, ne jó. Legyek már apát, hogy elmondjam, hova üljél, boszki. Figyelj, csak szeretném megbeszélni ezt az egész ellentétét itt kettőnk között, mert én úgy érzem, hogy nem fel, hogy most itt velem bánva van. Mit tettem ellened, érted? Tényleg érdekel. De mi a fasz bajod van, érted? Mi pedig, érted? Miért? Értem, hogy itt te akarsz tenni a nagyfőnökbe. Igen, sorold fel, meg mi érdekel? Kezdjem el sorozni. Az, hogy egy kibaszott nagy kretén vagy. Egy. Kettő. És miért gondolod ezt? Az összes... Most ezt hadd ne kelljen már elmondanom, bazeg. Nézzél tükörbe, azt rájössz. Kettő. Az összes kibaszott pénzt, amit szerzünk rablásokon, a te kis számládon csücsül, úgy, hogy kurvára nem tudunk arról, hogy mennyi pénzünk van. Ki a fasz tudja, hogy te mi a rákomat csinálsz a pénzzel? Lehet, hogy már elköltötted az egészet, hát honnan tudjuk? Ja, de miért költeném, mert én vigyázzak a pénzre. Mert egy kibaszott... Jó, nem mondanám, hogy a te ötleted volt, hogy vegyünk Lexnek egy kibaszott izét, 25-ös kocsit, érted? Azt érted, a gettó szökevény azóta konkrétan, azt szerintem lenyúlta a szétszerette. Hát inkább költem arra a szerencsétlenre, mint hogy te eltedd azt a kurva pénzt, nem, de amit a pénzt, mi szerzünk meg.
Bazzeg, hát ebben csomó még az enyém is, én osztogattam ja, pénzt. Ki a faszt érdekel, hogy a tiéd, hagyjuk már ezt a hülyet. Bazzeg, én Márkusznak is adtam pénzt, Jurinak is osztogattam fizzút, érted? Én, figyelj, én mennyi pénzt kértem el, mióta itt vagyok? Mennyi pénzt osztottam szét, mióta itt vagyok, és mennyi dolgot vásároltam ja, a saját pénzemből, mióta itt vagyok? Mennyi dolgot vásároltam? Na mennyit? Bassza meg, mennyi? Hát semmennyit, én nem költök tuningra, nem költök autóra, max ruhákat vásárolok, érted ennyi. Semmire nem költök. Semmire, tényleg semmire. Kibaszott fegyverekbe is én... mindig szó nélkül beszártam, azt mit kapok, hogy ezért lefokoztat, ezért szopacit, ja, össze-visszak a magam, és a problémáid, amik konkrétan semmisek, most arra fogod, hogy jaj, én kretén vagyok, jaj, ezért, nálam van a pénz, ez a legnagyobb problémád. Az, hogy nem nálad van a teljes hatalom. Nem. Mert ha nálad lenne a teljes hatalom, már kinyittál volna. Nekem nem kell hatalom, te szarházi, nekem nem kell hatalom. Tudod, mi a különbség köztünk? Oké, hogy téged főnöknek hívnak, oké, hogy téged főnöknek hívnak. Meg fedd a szemed. Nem is értem, hogy miért. De pasz meg, én tartom egybe ezt az egész kócerát, én tartom egybe a csapatot, mert te kurvára eltűnsz hetekre, meg kurvára nem csinálsz lófasz. Jó, Kubában voltam, börtönben. Leszarom, kurvára leszarom. Jó, erre most nem tudok mit mondani, ebben még lehet igazad van egy kicsit. Hogy nem. Jó, igen, de ez az egyetlen dolog, amiben igazad van, ez az egyetlen dolog, amiben igazad van, semmi másban nincs igazad, kurvára. Kurvára nincs igazad, semmi másba. Ez hülyeség. De igen, mindenben igazam van. És akkor hogyan, te most itt érted, itt ilyen rendébe éljünk, akkor életünk végéig, hogy miért utóbb érted, ki fogsz írni? Mi az, hogy tanulok egy kis rendet? Én nem süllyedek le arra a szintre, amit te csináltál Szájleszel. Én nem pucsot követek ellened, hanem végre így talán megtanulod, hogy hogy a faszomba kéne viselkedned az emberekkel, és talán, majd visszakerülhetsz ide mellébb a székre. Ja, jó, és akkor hogy van az, hogy Randy meg nem is tudott arra, hogy lefokozzatok? Hm? Hogy ne tudott volna, de kibaszott idióta az is. Azt hát, se tudja, merre van arca. Többet van a börtönben, mint velünk. Jó, mondjuk ez is igaz. Ez mondjuk jó. Tehát, ami nem tudta, hogy lehetem fokozva, érted? Meg amúgy meg az meg a másik, hogy egyébként nem csak az én fasságaim miatt köröznek itt mindenkit, értem, hogy kretén vagyok, azt most mindenki körözés van, mert csinálják a fasságokat, de az Murphy bája is, nem csak az enyém. De Bölfőt hova fokozzam le, bazd meg? Ez meg igaz. Nem tudom lefokozni. Jó, hát érted, így legalább. És tegyük hozzá, hogy nem én fokoztalak le, hanem megszavaztuk, és mindenki egyöntetően arra jutott, hogy kerülj vissza. Jó, az mondjuk lehet, hogy az én ötletem volt, hogy a bugbelek alá... Jó, rohagyd meg! Életképtelenek agybetegek alá raktál, érted? Azt se tudja elmondani, repülőbe, hogy lőnek rá, nem tudja elmondani, ki lő rá, meg hol, csak annyit, hogy lőnek. Hát fogyatékosok. Tudom, hát szerinted bíró. Ennél már csak azért van meg a lázóbb, hogyha Dirty Renato a főnököm. Azt akartam először, de mondom, akkor azt már inkább az már tényleg az alja lett volna. Hát az tényleg elég még az is jobb lett volna, hogyha kinyírlak. Hát mondjuk ez is igaz, de azért Dirty Renatónál kevés aljasabb embert ismerek szerintem. Na ebben egyet tudunk érteni, de kibaszottuk kreténebbet se. Most erre szerintem tweetelek is egyet. Rég tweeteltem. Mi volt a randi? Tudja a faszom, ami is érdekel már. Igazából hát nem tudom, kicsit ilyen, hogy ismerem, nehéz volt szóra bírni. Mert? Hát figyelj, beszélgettem vele, aztán... tegnap vele, bazeg, be nem állt a szája, azt hittem szájba vágni. Hát jó, hát várj, tehát érted, én felhoztam értelmes témákat, megkérdeztem, hogy mik a célja ilyenek, megkérdeztem, hogy hát arra akarok rájönni egyelőre, hogy egyáltalán doktora, érted, mert eddig nem mondta el, azt mondta, hogy csak a kórházba dolgozik, de azt nem mondta el, hogy doktora, és nyilván az érdeke, hogyha nem doktor, akkor érted, nem akarok vele összeházasodni, mert az a lényeg, hogy doktor Ricky Magnum legyek. Doktor? Doktor Ricky Magnum, így van. Nem, a csaj doktor. Ja, hát én nem tudtam meg, mert nem mondja el, azt mondta, hogy ez még egy titok, és ki kell derítenem. Hát, bazzeg, akkor megmondom. Doktor. A Shameless-kén átbaszunk, amúgy most már tényleg. Doktor, úgyhogy tuti nem rezidens. Hát csak nem. Kurvára remélem. Kapacit el lehet érni? Megpróbálom felhívni. Kurvára nem. Hát, Archie-t egyelőre. Takasi, nem is beszéltem azóta, miért mondta, hogy felhívja őket. Jaj, majd kitöltöm a számát. Tegnap beszéltünk vele, amikor mondta, hogy elmegy, nem? Vagy tegnap előtt? Hát ez tegnap előtt, tegnap. Tegnap előtt, a szállítás után volt. Ja, igen. Na és most ezért hívtál haza, hogy elrinyált hát nekem a nem, bazd meg, csak érted, meg akartam beszélni az ellentéteinket, érted? Faszomat.
Én mi a dolgod van? Hát jó, de ezt nem lett nekem elmondva, hogy mi a fasz van, csak le lettem fokozva, érted? Tehát hogy megy ez? Nem, nem mondtad el, mik a problémák. Nem mondtad el, mik a problémák, csak lefokoztál. Igen, mint egy kibaszott kislány, és így nyilván nem fogom elmondani. Ezt már megkérdezheted volna akkor is, amikor lefokoztunk. Jó, hát akkor éppen nem voltam olyan állapotban, hogy megkérdezem. Várjál rá kibaszottul másfél hetet, vagy egyet faszom se tudja. Jó, hát mégis Odint kell főnöknek hívnom, tehát azért most már kicsit a faszom ki volt. Hát még egy darabig így is lesz. Majd, hogyha hát, látunk egy kis változást, akkor esetleg nem kell főnöknek hívnod. Hát és mi akkor ne csináljuk hülye terveket, vagy mondja meg, mennyi pénzem van? Csak ne legyél kibaszottul kretén. Jó, most kérlek szépen, 96.041 dollár van itt a számlámon. Csak hogy tudd. Jó, mondjuk. Kurvára leszelom amúgy a pénzt is, ja, jó, de erről még az volt a problémát, hogy nem szarod le. Nekem kurvára, engem kurvára nem érdekel a pénz, de az érdekel, hogy kurvára nincsen lőszerünk ott bent, meg nincsenek. Jó, ne haragudj, hogy te járkáltál izé 100 lőszerre, tegnap is te voltál a koresztetején 100 lőszerre. Jó, és én mikor vesztettem? Mi volt ez a kibaszott duda, amúgy csak én hallottam? Nem tudom, de mikor vesztettem én el fegyvert kurvára. Vagy Twittertek így kiposzott. Faszom, hát hogy a faszom reagál ki ilyen gyorsan? Nem tudom. Gyere. Földre! Mi lenne, ha kirúgnám a lábad, és téged elkapnának? Mi lenne, ha téged kapnának el? Álljon meg! Hát tegye fel a kezeit. Feltettem a kezem tisztelettel. Meg fogom bilincselni. Ne tegye össze! Vétele egy úriember törőzett. Azt a kurva annyian vannak! Jöjjön uram! Itt van az a szatír is. Megyek vele. Kicsoda az a szatír? A szatír rendőr, Mr. Sato. Nem szatír. Hát úgy néz ki, meg a neve is hasonlít rá. Vétel itt van mellettem. Ne beszéljen így a kollégámról, legyen kedves. Csenge elfutott. Kínaiakat nehéz üldözni. Utolérjük őket. Gyorsan futnak. Aggódjon, mindenki tud utolérünk. Ilyen láncommal, miért tűnt el a láncom? ETF, ja, ez nyakkendőm volt. Miért tűnt el? Szaladjon! Bocsánat, csak... Nem akarok sietni, elnézést. Merre menjek? Egyenesen. Vannak egy páron. Igen, átvesszük a telket. Tiszteletem, én ne forduljanak le semmit, mert nincsenek drogok se semmi. Tiszteletem. Úristen, uram, maga nagyon csúnya. Maga. Tiszteletem a szájának kollégával, köszönöm. Aj, bocsánat, tiszteletem mondom, hogy maga csúnya. Hát uram, nem hiszem el, komolyan mondom, itt eddig két kollégámat is szitta. Ötkező ki lesz én. Elnézést, persze meg McDonald's úr, így van. Nekért már ástam az embereket a sivatagban. Ne ide, ne az ennyi ember, aki elkezdte a dögszagú nagyfejűt. Vigyék arra. Dögszagú? Nem saját hát, száját érzi, tisztelettel kérdem. Nem, uram. Vannak egy páran. Még berakjuk, uram. Csiknál. Amúgy szerintem valami félreértés történt, de engem miért kap... Én nem, hogy nem csináltam semmit. Legális munkás vagyok. Én csak kertészkedni szoktam itt. Így van, tudjuk, Magnum. Axel, egészen rég láttam magát. Mi történt? Nyugdíjban van úgy félig? Akkor mi a faszomról beszél? Ja, hát ezért mondom, hogy legális munkát folytatok, ezért nem látom magát eleget. Ja, aha, lehetséges. De McDonald's urat... De mit csinál? Legális munka, én kertész vagyok itt a telepen. A területen. Csak itt? Azért van így elhanyagolva a fű. Hát így van. Vágjon főt a kirabszolga. Maga? Nem maga, egy remek rendőr. Sheriff vagyok. Sheriff, bocsánat. Köszönöm. Elkapták a kínait is? Gondolom nem, gyorsan persze, futom. Persze, hogy. De csak nem. Hogy felhagyott a bűnözésem, Magnum? Ja, nem hagytam fel vele. Nem? Hát akkor bűnözés? Csak ma. Én nem. Csak, hogy hívják ezt, tudja, ilyen ideiglenes bűnöző, inkább így fogalmaznék, néha napján. Ideiglenes, hát igen, megélhetési. Igen, megélhetési, ez az a szó, amit keresek, ez jó. Akkor fogalmazunk úgy, hogy továbbra is
mocskos bűnöző. Rádióba kérem. Alkalmit is mondhatunk egyébként. De olyan, mint az alkalmi kurvák. Hát igen, igen. Maga gondolom már tudja. Hát úgy hallottam, hogy a szifiliszes. Szomlálom. Ez igaz? De Tracy mondta. Tracy. Igen. Kolega, aki rádióba beszél, lépjen rádióra és vissza, kérem. Majd Tristan megkérdezem akkor, hogy ebből mi igaz. De remélem tudja, hogyha most hazudott a pofámba, akkor össze fogom rúgni a lábát. Azt kérem, hogy tegye. Megkúratom egy nagy feketével. Na, azt viszont semmiképp sem akarom. Hát... Nem kedvelem kedvelem őket, igen. Még a afroamerikai biztos uradé fárad, akkor lehet más mondanék, de jelenleg kedvelem őket. Aha. Egy ilyen körül már volt szerintem a kihallgatóban. De semmivel kedvelem. Már beszélgettünk erről, Magnum. Persze. De Csengert utálom őket, a kínaiakat nem szeretem. Mégis együtt mozognak 024. Én is azt kérdezem, miért akarná megölni? Megjött a barinője. Jól tudjuk, hogy meg akarja ölni Gustavo Cseng. Jól tudjuk. De nem akarom megölni. Hát Mr. Szatír, maga az? Mi a faszról beszélsz? Ja, ott az a Szatír. Okay. Tudod, láttam Twitteren. Ja, akkor maga az a legenda? Így van, tisztelte a Szatír úr. Kupelul egy picit alébb tudna állni. Azért ő is kínai. Szóval fú, ezt nem bírom elviselni, mennyi van. Lohadj meg! Jézusom! Ja, elnézést. Elkaptak az érzelmeim. Ezt mondjuk megérdemelte. Ezt mondjuk tényleg megérdemelte. Jó, hogy nem tette be, ha már ekkora Szatír. Mégis nem voltam sokkolva. Gondolom ez már jártas ebben. Az, hogyha beleegyez, akkor ez nem Szatírszág. Sajnálom. Jöjjön Csenk. És velem mi lesz? Magnum is mehet az autóba, aztán majd... Ültessék be ide, átszállítsuk a kapitányságról a buszba. Busz? Milyen busz? Semmezeti börtön. Persze. Jöjjön. Most kinyitottam, most nem. Mennyi rendőr van, Gec? De én bezártam. Mi is én kaptam meg. Magának loptam a helikopterét tegnap. Visszavittem utána. Nagyon kedves. Visszavittem a rendőrség tetejére. Mégis ott jött ezen a kurva helikopterpadon. És Csenget is oda visszük, és buszba ülünk el. Egyébként utána, hát nem akartam egyébként, ez bocsánat, csak olyan jó ötletnek tűnt. Nagyon jó ötlet volt. Hát szerintem úgy jó volt, én jól éreztem magam. Én nem, egyedül maradtam egy kurva magas épület tetején, tényleg, nagyon jó volt. Én akkor vinni kell ejtelni, tudom, helikopterezik. Persze, mi a kamikázés? Én nem tudhatom. Jézus, mennyien vannak amúgy, nagyon kemény. Mi lesz ebből, chat? Mi lesz ebből? Mi a problémája? Nem sikerül kiszni az autót, nem mindig. Kollega, az szívott valamit, vagy? Jaj, látom, megvan. Bemész és chopper elenged. Chopper? Chopper. Még nem lehetem Chopper leírva. Jogaimat elmondani, ne anyósan ülő úriember, kérem. Esetleg nem tudja, Magnum? Nem tudom, sajnos. Mindig ezt mondja, amikor beszállítják magát, vagy csak most? Hát csak most. Ez ilyen kedveskedés felém? Persze, igen. Tudja, mi a nagy szopás? Hogy nem mondom el magam, bocskos szarházi? Ahogy mondod, nagyon. Fogja vissza magát, kérem, én tisztelten beszélek önnel. Mi lesz ott hátul pilincsbe? Csak nem elkapja a helikopterem. De bocsánatot kérdem, vissza is vittem. Jaj, bocsánat kérés alatt. Bekötnék az övem, kérem. Jó, akkor hátra jön, bekötöm az övét, mert nagyon jó fej vagyok. Ada, kérdezik, tisztában volt a jogaival az úr. Egyértelmű, uram. Örök. Hogy izgulok. 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 Amúgy.
Vagy nem is jön, izgulok. Na. Segítem. A macska. Szép, szép adam. Így kell, így kell. Vagy mégsem. Segítsen ki, kérem. Jó, köszönöm. Te új vagy, ugye? Természetesen. Visszatér! Intézd már, hogy kiússak. Nem tehetem, ulam. Vigyázz, mind a kettőre hozom a buszt. Nem, nem tud annyit fizetni, ulam. De. Magnum, mennyit is van? 150 ezer. Nem tehetem, ulaim. Cseng, ez nem fog menni itt, hogy itt elkörülöttünk még 30. Vagy maga 150 ezerért kijuttad? Persze! Jó, geci! De jó ég! Az ógyom, te kretén! Parancsoljon! Egy pillanat csak beütötte az orrát, Cseng. Azért nincs tám füves cigem, hogy... Anyám kell! Mamá nő! Megyek! Rendben van. Első segélycsomagot tudnak majd biztosítani, kérem, mert... Természetesen a börtönben ellátjuk. Jó, érzik az orrom a sokkolás óta. Ja, menjek ki? Menjen, persze! Szedj a lábát! Bocsánat! Szaki! Ide jöjjön meg! Rendben! Felsegítsük a buszra. Nem vagyok én olyan szerény, ne aggódjon. Meg lett Cseng? Hát, szeretném. De körülök. Na. Igen, de nem rádió. Megvan az. Jó, na, végre működik neki is. Mi a baj? Nagyon kell pisilnem, de ez most nem az idő. Ez hogy kerít megint oda? Hogy kerít oda? Elcsukják ma Mahlgnumot, azt a kurva. És jön a fia, aki meg akarja ölni az apját, mert elküldte katonai táborba. Egyet ő van, bro. Nem, Viktor kollégával vagyok, csak ő utána futott. Mikor kaphatom azt a... Első sengélyt, mert egyre jobban vérzik az orrom. Magának is adtak egy kockot? Most, merre jár az első sengélyt? Nem, meg a megsokkoltak, aztán elkezdett ömleni a vér az orromból. Ó, oh, sajnálom. Első segélycsomagot majd biztosítanak nekem? Majd akkor mi az börtönbe biztosítunk. Szuper. Majd a börtönbe megkapja az első segélyt. Jaj, de kis titokzatos vagy, hagyjál. Ajtóhoz. Igenis, főnök úr. Nem, egy ranger. Visszamegyek a kollégámhoz. Jól van. De faszok úr, a faszok kellett vitelned. Az meg, faszom se gondolt, te érte, azt mondtad, mert nem tudod, hogy köröznek-e. Kérdeztem is, hogy baj a tweet, azt mondtad, hogy nem. Azt mondtad, hogy úgyse fasz se tudja, hogy köröznek-e. Gondoltam, nem vagyok benne. De amúgy rájöttem, hogy tegnap vágod, most nélkül voltam a túlsztrámán, úgyhogy lehet, hogy ez is közre játszik. Szóval lehet, hogy engem is köröznek. Micsoda? Én úgyse voltam, te idióta. Ja? Nem? Maga szerint miért van itt Magnum? Igen, keveri. Ki? Én vagy ő? Hát Magnum. Ja. Ugyanegy itt ő bilincsben, mind a kettőjük, ugyanúgy szükségük volt. És hát kellemeset alasztással, ez a tweet egész jól jött. Szép volt, idiót. Na látod, erről beszéltem, jó, jó, miről beszélsz, miről beszélsz? Jó, 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 de megkérdeztem, hogy jó, de te azt mondtad, hogy nem baj, úgy csak köröznek. Nem, azt mondtam, hogy kurvára lesz a rom. De azt nem gondoltam, hogy én is benne leszek. Jó, hát faszom sem gondoltam volna, hogy jó, hogyha egyedül lettem volna benne is kijönnek, csak akkor miért érted? Akkor csak engem akarnak elkapni. Remélem egyszer lába kerülünk, kis puszi, szét foglak klopfolni. Na majd ezt meglátjuk. Aha, nyugodtan meglátjuk, válhatnak igen. Lehetségek a bankrablásra, hogyha nem szeretnék itt a börtön délön. A Xatir meg... A
nyakorsokod, azóta nem áll el az orromban a vérzés. Ja, engem meg bolcs orba vér, bossz. Jó, hát ez jó. Van, majd bent kap valami első segélycsomagot. Hát ez jó lesz. Magának, minek? Hogy mi az, hogy minek? Mert orba vert a faszukú bolcs. Meg is érdemli. Orba verje még egyszer? Nem. Maradj ott a helyeden erről. Jó. Mit hallok? Ideültem magam elé, jobb? Fenn vagyok egy random rádión, ezt beköszöntek rá. Ez most komoly. Fenn vagyok egy random rádión, és valaki beköszönt rá, ezt halljátok? Itt ülök mögötte. Biztos, hogy nem. Egy full random rádión. Szerintem menjen vissza. Erre mennyi esély van? Erre mennyi esély van egy 10-es skálán? Amúgy, de tényleg. Vagy egy full random, 61-65-ön valaki van. És azt kérdezik, hogy merre vagytok. Hoppá. Messier Cooper, milyen volt a kúrás? Sajnos ilyen információkat nem fog magával megosztani szolgálatban. Tessék. Mondanám, hogy majd egy... Szóval igaz. Mondanám, hogy majd egy jó sör mellett cseng, de hát Tracy-t... maga már nem fog inni ilyeneket. Megkérdeztem Tracy-t, hogy milyen volt, de azt mondta, hogy ezt nem basztja meg. Vagy gratuláltam neki, bocsánat, ez igen. Én is. De akkor igaz, most meg dolog. Már azt mondta, hogy nem osztja meg velem, tehát tényleg igaz. És ha igaz, akkor mi van? És ha igaz, Tracy, hol vagy? Gratulálj neki, te is! Itt vagyok! Tracy! Gratulálok még egyszer a kúráshoz! Ezt most komolyan egy... Felmegyek az olaszok rádióján, jössz! Szí! Ciao! Ciao, jönni vilna! Halló, Tracy! Cooper azt mondta, hogy olyan voltál, mint egy bot! Egy fadarab! Az első ízére értem. Fogja be a száját! Jó, hát én meg azt mondom, mindegy, nem mondok semmit, mert a végén megvernek. Ó, oh, geci, ki a fasz? Nézed ide, csak. Tanítani gyorsan, Adizont. Beállt a nyakam, nem tudok odafordulni. Hát, öreg már. De akkor, szerintem öregebb, mint én. Van különbség, maga már őszül, beállt a nyaka. Jó, de én azért őszülök, mert ezekkel a kretinekkel vagyok. Bugvelek, cigány, maga szerint. Murph. Nagyon ki van magára akadva, Cooper. Ja. Ahogy vagy. Azt mondta, megígérte, hogy 6 évet vár. 6 hónapot. Ja, az menetelt? Ne sipákoljál már! Nem igaz. Húszó, Jeremy! Bepofált most már ott. Na mi van? Nem egyeztettünk időpontot, de van engedélyünk bemenni? Megérdeklődik, kérem. Ja, így nyugodt vagyok. Kis törpe, ha nyugasson, hogy betűn. Ilyen kis törpe, te idióta, akkora vagyok, mint te. Szeretni akkor... Más a fasz a kisebb. Mi? Mi volt a neve? Micsoda? Járőr. Rabot szállít? Nem. Beállhat. Tisztán vagy. Következő. Álljon meg. Tengelvé tisztelet. Üdvözlöm, őrmester. Nem jól beszél, Krisz. Természetesen. Kettőt is. Pillanat. Tiszta jár. Rabot szállít, akkor félre kell állítani? Vagy hogy nem, ide engedélybe. Hogy ne? Megindulhat. Zsilibbe bemehet. Azt meg mivel keveredtünk. Mi az, hogy én érted, de magának csinált, én csak viteltem. Álljon el! Ide meg kell állni, uram! Álljon meg, át kell néznünk a buszt. Megnézzük a buszt, aztán jön meg. Türelmet kérünk.
Üdvözlöm, kapitány szágvezető úr. Tiszteletem. Rabok száma akkor, ha jól látom, 2. Alul tiszta. Pontosan. Ruhái érkeznek? Telemészet a szena holnapi napon a szabon megérkezik. Ja, de szólom. Ennek nagyon örülök. Jól van, alvasz tiszta. Man. Kevin úr, jelentem a busz tiszta, de a rabokat természetesen át kellene vizsgálni még mielőtt belépnek akár az étkező területére. Jó, egyre engedjük be a buszt a zsilibben, jó? Álljanak pedig itt ára. Félreadnak, mehetnek. Intézem, intézem. A többi kocsi is vár a sorára. Kap, gyorsan már, kicsit pörgessen már fel, mert át szakasz vezető, hát ott állnék 3 autó. Ja, rendben. Lesz kávé? Jó, úgyis figyelmes vagyok. Gratulálok, Tracy! Remélem, hogy sikeresen átadtam az üzenetet. Neked is kellett volna kiabálni, Csenk. Én már kiabáltam a kocsiba. Ja, jó, hát csak hogy biztos hallja, érted? Hallod. Csájard, mi a helyzet? 1000 éve öreg. Most kötözzük meg és szökjünk el. Biztos vagy. Az autóba. 150 ezeret ajánlunk, hogy elenged. Na jöjjön kúpen, mert vesztegetnek éppen. Ez aljansággal, miről beszél? Azt mondták, megkötöznek, de adnak 150 ezeret érte. Nem is ezt mondom. Bele menje. Most gratulálj majd neki, Csak. Elég menni. Jól látom, hogy Shantit. Jól látom, hogy Shantit. Mitől Shantit, Tracy-ke? Tracy? Mitől Shantit? Én nem Shantitok. De látom. Én is úgy láttam. Én mindig így járok. Nem, semmi. Rosszul Kevin, az átvizsgálást kik végzik? Na fejezd be, mert ne mondjon ilyen hülyeségekkel. Cooper azt mondta, hogy olyan volt, mint egy rossz gumidő. Fogja be a száját. Csak téged itt meg fognak verni csúgyát. Hát nekem már mindegy, baszki. Azt mondták, örökre itt maradok. Itt élek? De akkor én is, nem? Hát de kurva jó. Remélem igen. Hát ez nem lenne túl jó. Ugye mi nem lenne túl jó, ha most nem teszi fel a kurva kezeit? Jó, bocsánat. A mászikulát átvizsgálhatom? Pozitív. Rendben van, le fogom venni magáról a bilinc, tegye föl kéz. Ugye ez a szatíra, Cseng? Óvatosan. Orbány sem munkája hozzá. Rendben van, átnézem magát. Telefont, ládiót elveszem öntől. Rendben van ez a cigaletta, ez? Honnan van, ulam? A boltba vettem. Papírt, és tekeltem magamnak egy jó cigit. Rendben van. Akkor ezt nem bántjuk. Melyikük ez a... Kaper? Én ne tegye le a kezét, csak... Cooper, ott én nem teszem le. Visszabilincáljam? Nem tudom semmi. Sem-semmi? Cooper, visszabilincáljam? Nem szükséges, ha elvett tőle mindent. Rendben van. Maradjanak a falnál. Fal felé! Mi? Tessék! Jó. Pontos mit mondtál te kis faszfej? Nem fordulok meg, mit mondtál te kis faszokó? Én nem akarom, hogy lesokolják. Ojjaj, kocsivára a fal felé fordulok. Én nem nézek semmi másra, csak a falra. De! Maradjál már letépve a copkodat! Na, te nem pofázol, hogy húsra az a fordulat falra! Már nem látok, hogy mit csinálok, a falat nézem. Na, talán is az. Ó, értem. Akkor hogy történik? Elnézést, még mindig vérzik az orra, megkérhetném már azt az első segédcsomagot? Természetesen szokásos módon átsétálunk a szőjébokba, annyira... Lesokkoltak, és valamiért ömlik a vérem, ez orrom tőle. Szépunk a kollégák, nagyon... Kusoljon majd bent kapellatást, és sírjön be az állományba belépő, ő már teljes mértében megbízható. Rendben. Maguktól nyugaton mindegyik szarházi bűnöző ilyen kis lényapin. Ezt bízzuk, csak a diszkrécióban. Nem vagyok szarházi bűnöző, tisztelettel mondom. Kérdeztem, nem magahoz beszélek. Igaz. Nem szeretnénk, aki tudódna, hogy... Miért így kúsz be ezeknek, te szeretjük? Ezek fegyverük van, nekem nincs. Hát ezért lettél. Jó van, kussolj már ízére, kinek meg le fognak lőni, ha itt arcoskodsz nekik. Nem, hát akkor kezdjük meg a beszélgetést. Az ilyen túl veled, ne? Vagy passzom, négy fal között vagyunk. Nem. Gyerünk sorba! Jó, sorba, merre? Ki a magasabb? Én. Hát, nem hiszem, hogy Cseng lesz az. Én sem. Ő minden a kicsit.
Merre? Induljanak, tudják a járás szerintem, egész jó. Merre? Én nem tudom, tényleg. Mozgolj. Erre? Egyenes lesz a jobbra. Jó lesz ez a kerék? Minden oké? Igen, állam őszintem. Jó, rendben. Gondolom, hogy harmas blokkra szállítjuk őket, na? Szigorúan őrzőt blokk. Természetesen. Erre? Nem arra. Egyendesen. Az ebédlőn átmegyünk. Idióták, úristen. Itt dolgozik, biztos? Itt most dolgozik. Kezdtem. Hová tűnt a torna sor? Én is. Ez milyen sorba ugrott? Befordult a rossz irányba a torna sorom. Úgyhogy inkább előre jöttem. Most akkor ki a magasabb? Azt érdekli. Ja, lesz ő. Inkább azt nézzük, hogy az okosabb. Ez is jól láttam. Perf! Mi a fej a Perf? Szevasztok, baszki! Én életfogytiglant kaptam, mert levágtam Cooper-nek a farkát. Maga hogy jött ki a blokkból? Húzom vissza a körzetébe? Tisztelten jelentem, hogy... Jó, van, megyek már, baszki. Azt mondták, hogy a idő van. Vissza. Mindenki vissza. Vissza! Mindenki vissza. Menjen vissza. Ó, Istenem, engem átnéztek, hogy mi a fasz van. De Murphy-t szeretném, hogyha egy rendőr átnézni, ugyanis hát itt őrizetlenül volt nyilván a területen. Wow! Már itt vagyok legalább 3 óra orszája, baszki! Már 15-ször átnéztek, de persze csinálják, csak kínozzák az embert, persze, gyerünk! Esetleg megkértem az egyik kollégát, köszönöm szépen. Hogyne. Feltenni a kezét, hogy feltegyem maga helyet? Ja, persze! Elnézést, tulajim, a dagad DTS-ét lendet kap a börtönben? Úgy sejmász a tír! Bocsánat, elnézést, tiszteletem mondani, balagy a csöndben légy szíves. Hát itt az étrend nem vállalat. Nagyon nem bírom a kínai szatírokat, bocsánat. Mi ez a kemény? Milyen kemény az a farkam? Az a farkam! Ne viccelődjön velem! Uram, tiszteletem, nem tudom, hogy beszéljünk. Megyek így? Jó, a rádió, rendben, leteszem a földre. Tegye le! Nyugalom. És még egyszer megijesz, hogy viccel... Hogy hozott be ilyet? Parancsolja. Hogy van magán a rádió? Hogy nehogy is problémák legyenek. Sok mindenhez hozzá lehet itt jutni a börtönbe, ha van egy kis cigit, meg egy kis kávét, csak mondom. Meg egy jó nagy csegge. És tudsz még hangosan fingatni? Ezt akartam mondani. Ha gyerünk ez sorba, gyerünk. Ha jól van, mozgass! Sorba akkor. Hát baszki, ti mit kerestek itt? Mi a faszom van most? Hát nekem most azt mondták, hogy életfogytiglanra behúztak. Arra, balra. Arra megyünk. Legalább nem fogok megdögleni az unalomba. Hello, erre felé. Jól van már, nem kordibányi. Azt hittem, hogy már nem először járnak erre, uraim. Hát de... Én igen. Faszom se tudja, nem tudom, melyik a jobb meg a bal kezem. Fel vagyok mélységes háborodva, a kaj olyan, mint valami moslék. Basszák meg mind. Maga azt éldemli. Írjon panaszt, senkit nem fog érdekelni. Hát igen, ilyen rendszerben élünk, ez a mi kormányunk. Igye szépen befelé harmas célablokba, szigorúan őrzött terül. Te! Nézd már még, hogy ez örül, a nem ilyen kormány. De ez itt nem a kormány, ez egy büntetészfék lehajtás intézet. Dabd le magad! Ezeket nem szabad összeereszteni nagy állattal, nagyon verjük. Nagy állat? Ki? Iván! Mit csinálsz itt? Iván! Ne! Iván! Iván, te hogy kerülsz ide? Te balfasz, téged nem engedtek ki kajálni! Tegnap éjszaka kapcsolták le Ivánt, amint éppen a Grúszit közelében kurvákat futtatott, szóval... Hát igen, most itt Iván. Érve az éveit, amíg az orosz kormány nem szállítja haza. Oda nem hiszem el! Kurva élet! Mekkora merány ez, bazzeg! Igen? Most mi lesz? Most mi a fasz van? Hallod, Magnum? Én csak egy kicsit. Úgy is szabad foglalkozás van, meg ilyesmi. Hallod, öreg? Szabad foglalkozás van, uraim? Én? Eldugtam a seggembe. Ki kéne valahogy szarnom. Halló! Takalodjanak vissza a helyükre. Igen, bocsánat, rendben. Ah, vissza fog. Senki nem mondta, ezt maguknak találták ki. Ja, jó. Ja, bocsánat, nincs szabad foglalkozás? Itt Cooper úr szabad önt, hogy milyen foglalkozás van igazából. Ja, értem. Igen? Mondjuk foglalkozz magad dolgával, paszkara.
Azt a kurva, uram, vagy hölgyem, végre élőbe is láthatok egy ilyet. Mi a faszom ez? Hogy hívják? Meg lehet, hogy arcon szokkoltam, és nem tetszett. Nem tudom. Végre látok, egy, végre látok egy faszos. Ez ki? Most inszultálják a kollégámat? Nem. Iván! Ilyet még eddig a, filmekben láttam. Elnézést. Te Iván! Mi a helyzet? Jó. Hogy kerültetek ide? Hát nem. Tehát a faszukú Magnum posztolt egyet Twitterre, és behoztak, és azt mondták, hogy életfogytiglanit kapok. Mikor szoktak ki? Ó, tényleg. Akkor jöjjenek át, átmegyünk a... Elintézem, kap valami. Kinek kell pontosan a látás? Nekem biztos kéne. Kísérjék át akkor az orvosi ágyakhoz. Jó, Istenem, jöjjön. Akkor jöjjön maga is. Még milyen jó kis edzőtermük van itt nekik. Ja, hol? Hát ja. Nem követjük őket, nem? Hát jobban beszéljen, valamelyik őjük. Jó, Istenem! Gyerünk sorba! Na, hogy már ez az ember láttad, de úristen! Itt van, jobb, itt van a kötetek, baszki! Ó! Oh. Ja? Nem maga, hölgyem! ne sértegessétek be, baszki, nála van a fegyver! A csaj vagy csá? Hát ilyen transz, nem úgy tudod, ami ilyen trendi mostanában. Ja? Tudod, izé, Slay, meg Starbucks, Starby. Úgy tudom, magának mindegy csengber, mindenkit szexuálisan zaklat. Magának már minden, még egy törpe cigány is lehet. Ja, jó, mert mindent elhisztek maga idióta. Jaj, Cooper. Hallod, Murph? Tudod, igen. Mit mondott? Hány ingerem van, Cooper? Végre látott egyszer finálra, milyen nagy a szája. Ja, tényleg, Tracy Shanty-t képzeld, Murphy. Azt mondta, hogy Tracy-ka olyan volt az ágyban, mint egy kibaszott guminő. Undorító, erről nem akarok hallani egy szót se. Kitagadom a családból Tracy-t. Már megtette kiskorába. Nagyon remek apuka. Jaj, maga nem tud semmit, Cooper, semmit nem tud. Most bevetést fognak kapni? Igaz, itt lehet, attól függ, mennyire lesz tatszok. Nem tudom, de nagyon vézik az orrom még mindig. Szigyelős vagyok, jól lenne adni. Van, persze, hoztam, intézem. Köszönöm szépen. Ivánnak ebben igaza van, hogy olyan pert indíthatnak attól függetlenül, hogy bűnözők, ha a méltóságukat megsértjük itt, szóval... És lefogok is! Jobb lenne, hogyha minél kevesebb kolléga nézné. Ne halagudjon, de tudom, de azt mondom, hogy magának normális kaját. Például, ha javasolhatnám, őt biztosan küldje ki, mert... Én minden megeszek, még a szart is megeszem, ha éhes vagyok. Az ellátási küldök ki a kollégákat? Nem mindenkit, de például aki inzultálja ilyen folyamatosan a... Ja, a szart is azt küldjék ki. Igen. Ja, mondjuk nem szeretnénk hát, a tindi visszhangot. Ki küldjék is őt. Hogy a faszapa néz ki szegény. Nem kollega, akkor kicsit menjen ki kérem a váróba. Kicska, hopp. Kérdik szépen, hogy ellátási. Pillanat. Együtt vasszoszottad a genny meg. Csáv, nem hozza vissza a faszkalapvány. Baszki, nem hiszem el, hogy ma megint itt vagyunk. Mi az anyám? Én még nem voltam itt, úgyhogy... Nekem ez újdalság. De állandóan ide kérdünk. Most mi volt? A legjobb emberek állnak itt mögöttünk. Nem tudom őszintén. Rögtön be akarnak zárni minket ide, baszki. Teljesen jól vagyok. Ideges? Szüksége van akkor aspirinre esetleg, uram? Igen. Akkor bekötözöm itt magam. Csenget már ellátták? Most látja ja, magát. Ez megfelel? Nagyon köszönöm, be is veszem. Jó vagyok, köszönöm szépen a kérdését. Marjon, még bekötöm itt arcát kicsit, septepaszt oda. Jó vagyok, csak szemlélek. Jobban érzi maga? Sokkal jobb, az a kis kecsek kis meg sokkolt, hogy ömlött az arra maga vér. Még sokkolt a kis vér. Így jarnak maguk, szarhazi bűnözik. Azt mondtam neki, igaz, végre van. Figyelj, Cseng, jöjjön velem egy pillanatra. Na de jó, oké. Magának is kell a latas, Mila? Meg vagyok, köszönöm szépen. Mindenki meg van? Meg vagyunk szerintem, igen. Te kérdeztek. Megvárjuk Cooper urat. Igenis. Jó. Rendben. Oldalra nagyon kell, hogy én néz ki. Vagy most modesztalhatja? Csenget, vagy?
Csak nem küldik rá a szatírt. Magnum, ön szerint most mehet amon, lesz tálás? Hát... Én az biztos, hogy szatír az a rendőr, nem tudom, hogy vesznek fel ilyeneket. Nézzenek az arcára, az is a neve, hogy Mr. Sato. Tényleg? Ó. Az elég problémás. Mr. Sato? Lecsuknak titeket, vagy most mi lesz? Sato. Ne, hát nem, de minket elkaptak egy Twitter poszt miatt otthon. Nem is volt senki otthon, de akkor itt vagytok ezek szerint. Murph is, Iván is. Benga, kecsi, hogy én életem végig, ha minden igaz. Hát én is, te titeket honnan kaptak el? Havia koleszterin nézve nem lesz. Mondom, én besúrattam Cooperhez, levágtam a farkát, aztán elaludtam a farkával, és elkaptak. Megismételnéd? Hát levágtam Coopernek a farkát, aztán elaludtam a farkával véletlen. De mi? Mint a kis párnaddal aludnál? Igen, elég puha és volt. Apa? Köszönöm, hölgyem. Te neked nem apa, csak Murph, rendben? Mr. Murph, nem apa? Miért nem apa? Mert te mától nem vagy a lányom. Miért nem? Azért akartam eladni a szüzességed. Mi? El akartad adni a szüzességem? Ja nem. Mennyiért? Hát mindegy, úgy érzem, hát mindegy. Még egyszer gratulálok, Tracy. Mit mennyiért, Tracy? Mert hogyha az drága, akkor... Kíván, te meg gratuláltál neki? Nem történt semmi, jó? Semmi. Mi most ahhoz kell gratulálni, hogy kurtak, vagy ahhoz igen, kell igen, adni igen. A szüzességét? Nem történt ja, ilyen. Gratulálok, nem taps. Mi most taps. Nem történt? Nagy taps. Semmi nem történt. Be is lehet fejezni, jó? Hallod, Tracy? Elmondjuk ja. Egy titkot. Mi? Akkor még eladó? Coopernek levágtam a farkát. Micsoda? Levágtam a farkát. De most akkor visszaváradtunk a kényelmes celláinkhoz? Vagy megvárjuk Coopert? Nem. És elrejtettem. Igen. Megvárjuk félkapitányt. Hova sietsz? Nem de most akkor ő olyan, mint az a... De miért csináltál ilyet? Én is azt kaptam, ez komolyan, nem csak valami előzetes. Nem nézték el a papírokat. Ma, de mondtam, elmeséltem neked, hogy mi történt. Ja, majd biztos el is hiszem, itt kényelektek, meg kúrogattok össze-vissza, majd biztos hiszek. De neked de majd pont én hiszem. De még mindig tart a hat év. Ja. Tényleg? Én megkúrnám, nem várnak hat éven. Bocsánat. Igen, Iván. Ja, persze. Hát most érti, ki várna hat évet? Senki. Kéne nem várni hat évet. Minden tiszteltem. Az engedtek idő. Mit keresel itt, apa? A életfogytiglanon vagyok. Mi? Nem tudom, hogy csökkentetek a büntetésünk? Én nem csináltam annyira, semmi rosszat, érted? Miért? Hát mert visszaeső bűnöző vagyok. Az nem a mi dolgunk. Meg ilyenek. És most a kórházba fogunk várni? Én nem tudom, most mi történik egyébként? Nem tudom. Nem azért ment megkérdezni a transznemű úr, hogy megkérdezem, mi van. Tényleg, hogyha már transznemű, akkor hölgy vagy úr? Na ez az. Vagy hölgy úr. Vagy úr hölgy. Ezek nagyon bonyolult dolgok. Mert... Tényleg durva. Múltkor láttam úgyis egy videót, hogy már mennyivel nehezebb lesz elmagyarázni gyerekeknek így a méhecskét, meg a beporzást. Amúgy tényleg. Vagy vannak méhecskék, akik német váltottak, meg akik nem, meg akinek fiúnak érzi magát, meg aki lánynak, meg most van az verzió. Igen, most már ez is ilyen. Figyelj, Murph, hogy mennyit részének a szüzessége, csak kíváncsiságból. Hát figyelj, 350 ezer dollár. Oh, mondjuk elég magasabban értékelve. Akkor nincs hat év, persze, akkor bejövő minőségben azon az estén. Jó, de mi határozza meg az árat? Most lehet, hogy amúgy leveszi a... Hát jó, de most lehet levetkőzik amúgy azt, mint egy bányari, de fonyat, nem tudom. Áfonyat. Nem. Vagyis hát nem tudom. Mi? Honnan? Mi? De te nem is a gélet fogsz. Hát nekem azt mondták, akkor mi van velem? Ki mondta? Ez neked nem mindegy. Nem. Nem kötöm az orrodra. Majd a kocsiban... Simán előfordult, hogy... Figyelj, ha meg tudjuk ezt beszélni? Valami. Hát nem is tudom. Ez szörnyen megalázó volt nekem. Szörnyen, már tanultam valamit. Szörnyen. Ne, beszéljük meg, apa, létszi. Ezt mutatja Vikemnek, akkor... Hagyjál békén! Hagyjál, elegem van ebből a játszadozásból, idejövök a bajátaim mellé.
De apa! Hát figyelj, közösen fogunk ülni, én nem hogy ez pozitívumként fogom föl. Még legyen veletek. Gyere, beszéljük meg! Lehet csak köcsögön, mert hogyha egy célába kerülünk, mit szólsz. Inkább megyek beszélgetni Tracy-vel. Gyere. Azt kíván, a pici cigányt is elkapták. Nem tudom. Veletek volt az is? Nem. Én csengel voltam. De tweeteltem egyet, ezt lehet, persze megjönnek a rendőrök. Most hol van macsinkat? Nem tudom, hol van. Mi történik? Olig a Tóti, megvárjuk, míg főkapitány elhelyezi ezeket mocskokat, de... Aztán szépen vele együtt átkísérjük, ugye ez volt hadite? Igen. Jó. Nem tudja, hol van főkapitány? Negatív. Ah, jó van, rendben. Akkor szerintem a szatírnak mutatja be éppen a csenget. Ezek a mocskok úgyis ráérdek, nem számít nekik. Ó, mondjuk az egy kicsit sajnálom, nem kedvelem, de azért baszki ez a szatír, az nagyon kemény lehet. Elég paranak hangzik. Japán. Valóban. Hiszem, hogy túl nagy bréver. Hát Csengnek se. Most Csenget körözték, te meg kiraktad Twitter posztot? Hát azt mondta, hogy leszarja, hogy kirakom, mert őt már nem biztos, hogy körözik, szóval. És kiderült, engem is köröznek, szóval igazából azt se gondolta volna, érted. Igazából arról már felesle venni a körözést, mert úgyis mindig köröznek, pont én gondolkodtam. Pedig amúgy malmantam is, hogy meg a regális. Bugwelleknek volt, csak jó, mondom. Hát én meg Bugwellek a főnökeim, úgyhogy szerinted akkor mennyi eszem van? Hát tényleg ez mondjuk igaz, ez teljesen logikus. Magának a Bugwellek a főnökei. Így van, így van. Bár így is engem hívnak főnöknek, de az részletkérdés. De csak azért, mert ezt a szót ismerik. Hát de amúgy kegyetlen főnökök. Az biztos. Nincs-e valakinek egy hideg kis teája? Na persze, majd darabok adnak magának, hogy nincs. Magához meg kiszól. Vegy el tőlük, ne kérjen. Tessék? Magához meg kiszól. Egy kólát tudok adni, kolléga. Hát, maga csak így beleeresztette a levegőbe, tehát hozzám is szólt. Ne, megnevezett valakit a kérdésével, uram? Mert mi van Csengel? Láttam már valahol? Nem láttam, próbáltam megnézni. Azért mi van vele? Pedig őt mindenképpen meg kell várnunk, mielőtt visszaszállítjuk önöket. De... Csak nem ide, érted, nem tudom, mi lehetem, hogy... Iván, elfogadott tőlem. És... Megindulunk amúgy kifelé, megnézzük, hogy mit reagálnak. Persze, gyerünk, csak sétálunk. Hogyha inkább azt a nagy melátot választunk. Hova menjünk, jó, visszafelé. Hát a cellainkba, nem? Orvos szakba lenni. Cellainkba vagyunk, nem? Vagy egy kis szabadtéri levegőzés, ilyesmi, valami. Egyszerűen hagy edzünk kint a kertbe, vagy valami. Igen. Egyébként hagy edzünk a kertbe. Kimehetnének, mert úgyis olyan steril környezet van. Hát igen, ez a bajom. Kimehetnék. Ilyen kórház szag van. Úgyis itt leszünk egész szívesen. Hadd segítsük rajtuk, hogy szükség legyen orvosi ellátásra. És veszem ezt a felsőt. Az nem is rossz ötlet. Rendben. Marx. A rabok levegőzni mennek. Tiszta a terep. Marx. Ne fenyegessen. Elindultam a börtönbe. Oda be középre. Igenis. Menjen. Legszívesebben pedig kitaposta a védőket. Mertek be. Igenis, megyünk. Megyek már, na. Passom, úgy beszélek itt az emberre, mint egy állattal. Hát a szokhozzal szerintem ez így is lesz. Istenem. Magnum. Erre lehet Cseng. Erre lehet nem Cseng. Nem tudom, kurvá nem tudom hova vitték. Lehet elvitték a szigorítónba. Viszont, viszont nálam ténylegesen van egy fegyver. Nálam is van fegyver. Nagyon jó. Akkor csak meg kell majd várni a pillanatot. Na melyik a legerősebb kutya? De te kezded Iván a fekvőt, ahogy megbeszél. Jó, igen, fekvőverseny, nyomjad. Tisztel. Jobb. A nagy vagy, melyik lesz az a... Én leszek, az én köcsögeim lesznek, az én köcsögeim lesznek. Látszik, hogy csak fel vagy fújva, Iván, baszke, majd köpöd a tüdődet. Jobbjad már, nem vagy te buzi. No, fasz, ma már ez labnap volt, ne baszogass. Azt. Jobbjad neki. Jó, gyerünk. Amúgy meg te dagadik, nem tudsz ötöt sem megcsinálni. Gyerünk, Murph, se jössz, gyerünk, Murph, gyerünk, csináld, Murph.
Először 25-t csinálta, most te jössz. Gyerünk, gyerünk, nyomjad, csináld. Mi akartátok, bassza meg? Látod, hogy tudom pumpálni, öcsém? Te ember a hasad leér közbe. Nézd, hát nem van a hasad. A pityába. Jaj! Érted, nekem csak egy megy simán lábbal is. Én bármelyik tudom csinálni ezt. Baszki, mi van, érted, csengett vágod? Mi van? Nem azért gondolkozok rajta, hogy mi van, ha amúgy elengedték és csak beköpött minket. Basz meg, az csak nem tán. Most tényleg ezen gondolkodok, mert gyanúsan egyáltalán, is sehol. Egyáltalán nem nagyon értettem, hogy ti miért is vagytok itt, mi történt pontosan? Hát nem tudom, de egyre gyanúsabb nekem ez egész. Hogy őszinte legyek, kurvára gyanús az egész. Most meg hirtelen el van tűnve, sehol cseng, érted, nem tudnak róla senki semmit, mi megérted, ők az életfajt jelent, meg csak úgy hirtelen eltűnt. Hogy van ez? Valóban, van benne valami, van benne valami, bassza meg. Azt meg, na jó, nekem elég volt megint egy évre. Én is mindjárt kifajolok, dőlve teljesen. Szóval kurvára gyanús ez az egész nekem, érted? Most már nagyon-nagyon... Ott van cseng, ott van cseng! Takarodjon oda lefele! Takarodjon oda lefele cseng! Takarodjon, fogja be! Na, ezt kezd gyanús, nem gyanús, kurva gyanús, nem gyanús ez nem. Nektek! Kurva le gyanús! Most tudod, direkt feltűnően ordítva, nem mondjuk, nem mondjuk neki, nem mondjuk neki semmit, nem mondjuk neki. Jó, jó, persze, persze, csak mint a teljesen átlagosak lennénk hétköznapja. Igen, igen. Semmi... Semmi feltűnő. Tök jót edzettünk. Hol voltál nekünk? Azt mondták, megbasztak téged. Ja, úgy hallottam, hogy már megkúrtak, ja. Murph, Iván, gyere kicsit, te meg takarodj innen, mondom. Ez a fejlődő? Ugyan, most kicsit hagyjuk őket részt. Cooper, Cooper! Tessék! Tisztelettel, tudnál egy szóra? Mit paradni Tracy-vel? Persze, persze. Na, de most én akarok beszélni édesapámmal. Majd kérdél láthatósági engedélyt a családi ügyek elrendezésére. Most elmondták neki? Micsoda? Hát az egészet. Miért mondtuk volna el? Hát akkor miért akart beszélni velük hirtelen? Hát mert gondolom most jött vissza. Ja és velem miért nem akar beszélni? Hát mert magát gyűlölj, mint a szar, úgy tudom. És mikor kapom meg a pénzt? Főleg nem szóljon az alkalmazottjának, hogyha családi ügye van, akkor kérjen láthatósági engedélyt. Rászólhat nyugodtan. Vagy erőteljesebben fogom. Rendben. Várjon. Szóval, a pénzt? Igen. Most szeretné a pénzt. Hát nem lenne feltűnni. Hát miután szabadul, gondolom. Hát utalja, hát nem. Nincs magát a telefon. Hát de azért tudom a számlaszámomattól még. Azt hiszem. Lejjel, mennyire van szó. Mi lehet a számlaszámom? Próbálj már ki, hogy a 0000... Hú, azért mi a számlaszámom? 09 vagy 07? Ez? Nem hiszem. Remélem nem küldte el az összeset. Ez? Igen, igen, ez lesz az szerintem. Elkés vagyunk. Legyen így... Engem elengednek? 30-ról volt szó? Igen, igen, csengem mi lesz? Legyen 20 utalva és 10 készpénzben a Berton után mit szó. Jó, legyen. Ez remek. Remek. Csengem most mi lesz? Cseng az itt fog megrohadni. Szerencse, és a többiek? Ők eljöhetnek, nem? Megmondom őszintén, mert nem tudom mit keresik. Nyilván már itt volt, ő éppen üli a büntetését, tehát ha a többiek ott elengedik, akkor szabadulhat. Magának még nem kéne szabadulnia. Aha, és akkor mikor? Most oda mehetek maga szerint? Nem menjen, hát gondolom én nem fogom meg a farkát, nyugodjon meg. Nem, csak fasz meg, hát meg vagyok lepődve. Takarodj el innen! Mi a fasz, mi duvájsz? Mi az, hogy takarodjak el innen? Most mi az,
beszéljen! Meg kell beszéljük, mindjárt vissza magi, majd. Ha nem akarod, hogy megbasszolok, akkor takarodj egy. Jó, hallottam, hogy is buzi vagy. Na. Na jó, nekem jól kibeszélnek. Bocsánat. Nézd! Helyedre! Mit csinálsz? Úgy láttam, hogy elegendert kilekeztek. Ó, na most menjek el pisilni szerintem. Most maradj! És hogy menjek vissza a mindenhatóhoz, magához. Jó van, én csak akkor azt kérdeztem, hogy ilyes vagy szomjasé. Nem, maga. Jó, érzi magad, mint én Franco? Megyek, Murphel, hozok neki. Rendben. Murph! Na, re. Ez csak 9 volt. Most szórakozik, kidobom a... kiköpöm a tüdőm. Ha nem csinál még egyet, nem ember. Hagyjátok, ha ő azt csinál, amit akar. Nem lesz prémium karácsonykor, ha rászóltok, basszok. Ja, ez ilyenbe se volt. Magának én nem mondok semmit, folyamatosan inzultán. Folyamatosan inzultán. Hogy tudnám magát inzultálni? Ó, hát izgulok, chat. Izgulok. Nem tudom, hogy mi, hogy fog történni. Nekem hozzám adott a szépfoltba nekem? Mi, hogy fog elsülni? Maga. Hogy hívják? Marx. Marx. Melyik a lehető legjobban? Helyes neve? Anya neve? Minden. Maga most ki faggat? Igen. Munkámat végzem, uram. Mi okból faggat ki? Azért, mert hadnagy vagyok, mondja. Hozzon kérvény. Kérvény. Főnök úrtal. Igen. Hips. Spasszer. És hogyha főnök urat hozom ide, akkor mi lesz? Elég lesz a kérvény? Igen. Figyeljen már, melyik a legnagyobb állat, hogy szét kell baszni, hogy itt legyek a főnök. Spasszer. Igen, mit segbe akarnak baszni szerintem? Miért engem? Most nekem mondja. Hát ne vegyem fejjel nadrágot, aztán talán nem akarják segbe rakni. Mi az ilyen nadrágot? Mi a problémát, Tracy? Hát kitüremkedik a popója. Nem gondolok erre, mikor öltözködök. Na, tehát erre is kell gondolni. Összeverekednek, vagy sem? Akkor szerint feltűnne, ha csak így elsétálnék így. Menjen nyugodtan, maximum a kollégák lelövik, érti. Hát hova megy? Ja, sétálok. Vissza. Igenis. Megpróbált szökni? Jó, megyek. Jaj, mondtam, hogy... Megkenték, vagy mit? Jöjjön oda a sarokba vele. Jövök, igenis. Arra a sarokba, rendben. Igen. Menj a helyedre, te poszfej. Ussaj már! Köcsög áluló, meg foglak ölni, te kis köcsög. Kaptam 500 dollárt a szatírtól, hogy lefejeljem. De azt kérte, hogy verjem meg, de... Mi lenne, ha nem venne meg? Tud valamilyen formában pénzt szerezni? Én adok 1000-et. Gyere, épp meg fogom baszni Magdubot! Te köcsög! Rohadt köcsög áruló! Te vagy az áruló! Te vagy az áruló! Kapd be a faszt! Kapd be a faszt! Elég! Te szarházi! Ezt neked! Elég! Bocsánat! Elég lett! Faszom, mehetek vissza a gyengékedőre!
Mindkettő falhoz, most! Rohadt úgy ütsz, mint egy lány, te balfasz! Megvézik az orrom, te faszopó! Nem érdekel, úgy ütsz, mint egy lány! Úgy ütsz, te is úgy ütsz, mint egy lány! Igen. Szélpunkra, hát nem viszél be a lombfiatékből. Szerencsé, hogy úgy ütök, mert feküdnél a földön. Hát ez az. Most mi a szart csináljunk velük? Visszaküldjük egy gyakorlatilag? A fejem... Hát... lehet. Jó van. Ugyanis úgy ütök, mint egy lány! Vigyelme. Na, jöjjön mind a kettő. Hát igen, én is ezért mondtam ilyen ironikusan. Magának szüksége van ellátásra? Vagy igen, tudod? Igen, jó lenne, jó lenne. Vérzik az orrom, meg... Beütött a köcsög. Ő csoma kolléga. Nálam van. Na, Magnumor most... mi a fasz lesz? Nem tudom. Viszük egy engusztra őket, aztán elkapjuk ezt a rajzikumpert, vagy valami. Jobb ötlet. Nem tudom még. Ezt csak nem veszik észre, hogy itt cigizek. A dohányzás nem tiltott. Ez így. Hogy észre se veszi az ember. Hé, Cooper! Tessék! Mi a következő lépés? Mikor mehetek már le innen? Na, befelé a gyenguszra nagy fia. Befelé a gyengélkedőbe. Igenis, igenis. Igen. Kérdez Cooper-t is meg. Ja, tényleg. Még egy. Ó. Nagyon izgulok amúgy. Pedig nem sűrű, Mariam. Lehet hamarabb szétvenni. Átszúrom a rukán. Jó. Most beadom. Elég. Jaj, jó, ez nem is volt annyira rossz, mint gondoltam. Mit csinálnak veled? Hát valami inzulin beadta a seggembe. Ja? De nem is vagyok ja. Cukorbeteg. És az ujját miért dugta be közben a seggébe? Ja, az az ujja volt. Látták őket? Persze. Akkor... Most, kell most még valakinek elszőszeg egy szomag? Aha. Én elfogadom. Most ma mehetünk? Magának is... Mindenkinek, aki nem teszi fel a kezét, kurva gyorsan! Kurva, nem tegyétek fel a kezeteket! Mindenki! Álljon meg! Állj csak meg! Befelé, befelé, gyerünk befelé! Kurva gyorsan befelé! Te is, gyerünk befelé! Halló, jó reggelt! Befelé! Kurvára befelé! Mindenki a falhoz! Gyerünk a falhoz, a falhoz, a falhoz! Tartom az ajtót. Maga se bújkáljon, itt a kurva élet. Kötözik meg az összeget. Nem rádiózol, fasz! Nem akartam, nem akartam! Kibaszottó sérül. Figyeljetek, figyeljetek! Megfigyeljetek, figyelem az ajtót. Kötözik meg mindent, aztán pedig nincsen kötén. Aztán pedig kikísérjetek simán minket. Nem vettek fel bilincseket. Vegyük el a bilincset, aztán meg bilincsek meg őket, így van. Tegyél a kezét, uram. Figyeljétek az ajtót. Tudtam, hogy maguk. Sárosak. Persze, persze, persze. Hogy ne tudtam? Nem bírom megbilincselni? Bírom megbilincselni? Nem hozzá volt ez, hogy... Nem tudom megbilincselni, úgyhogy majd valakinek rábízom. Válasz, hogy kurva gyorsan. Cáó meghalt. Mi az, hogy meghalt? Ó, óvatos. Éppen így hátra rongott. Tudom, ezt szerint leszúlták, miután visszaszállították a belőtönbe. Elmondom, mi lesz. Ti elkísértek minket. A pontra, mint csak kikísérnétek minket, ki aztán őket pedig behagyjuk. Na jó. Vinni kell őket. Vinni kell őket. Elfeledett Cengdinasztia nem. Fatja. Nem kell őket? Tudnak ők battyogni, nem? Egyszerűen pedig kurvára oda sértünk a helyre, ahol mennünk kell. Nem kell túsz. Kijutunk innen oda, ahol voltak. Kijutunk, persze, csak kísérjetek úgy, mint a bölcsőnöként kísérjétek. Kifelé, hatra. Nem, ti bennmaradtok, ti bennmaradtok. Fegyvert akkor? Ja. Gyors kötődés le a darabot. Tegyed, Iván! Tegyed le a kezed. Segítség! Segítség! Befogod a bufad! Már nem jó. Kell ezt kapni még egyet. Befelé te szarvázik, mozgat. Semmi rádiózás, semmi meggondolatlanság. Húzzon befelé a izé orvosi terepbe, vagy mi ez. Kötözzétek meg, azt lépjünk. Kötözzétek meg, azt lépjünk a faszba. Tedd fel a kezed. Tedd fel a kezed. Futkároznak.
cipő. Rukároznak már kint, észrevettek szerintem. Mi? Akkor kísér, akkor előttünk megy mindegyik, meg mi nincs elve, aztán csak szaladnunk a helyre, ahova szaladnunk kell, jó? Akkor megyek is. Gyerünk, mozgás, gyerünk előttünk mindegyik. El az utunkból! Menjünk a helyre, ahol mennünk kell. Én megyek utána, hogy fingom sincs erről. Álljon meg! Lassabban. El a kibaszott, kibaszott közelünkből! Vissza! Tracy, tedd fel a kezét! Te is a kezedet, Tracy! Várjátok, hogy szétszakadod. Gyertek! 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 Én 4-es torony. Gyere dagad, gyere! Gyertek, csak gyere utána, bazd meg! Parkolótól jobbra megyünk. Én a kocsmába hagytam egy kocsit. Ezek itt fel kell mennünk, aztán túladon le. Gyertek. Vissza! Álljanak meg! Induljanak, baszki! Fel a Put your hands up! Itt a 4-es torony, már csak le kéne jutnunk valahogy erre a kurva tetőre. Van itt valami ízé? Létre szerintetek lefelé? A kerítésen kívülre kell jutnunk. Szerintem kurvára nincs, arra kellett volna benzon keresztül kimenni. Bazzeg, hol van a szállító egységünk? Kurva nagy a bazzeg. De miért beszéltük meg, baszki? Hú, milyen rádióra beszélsz, te fasz? Kurvára ide beszéltünk meg, a 4-es toronynál kell lennie a szállítónak. Mi az, hogy nem ide beszélünk? 4-es torony, gyere! Ki a kibaszott szállító? Jó, valahogy le kell menni. Most akarodjanak innen, baszki! Valahogy le kéne jutnunk. Előjön, kérlek! Mit mondani előbb? Azt mondjuk, ez nem is az én rádióm. Ne haragudjatok! Te tényleg nem ott így érzem. Beszélsz, te focfej! Bocs. Gyertek, itt a lejárat. Gyertek, lejárat. Át kell jutnunk a kerítés túloldalára, Gerci valahogy. Azaz, menjünk le! Kerítés túloldalára, hogy jutunk át? Hát a faszom se tudja. Oda kellett volna állni, rajta van egy 4-es. Gyertek utána. Álljon meg. Mindenki cseng utolsó. Vissza, szétlövöm fel. Itt fölé. Álljanak meg. Igen. Álljon meg. Lelövöm. Vissza, te mocsodik. Kurvára vissza. Ez itt jó lesz, gyertek Magnum. Gyertek. Álljon meg. Kurva életbe. Tovább ne tapottad se. Vissza minden rendőr, vagy lövök. Lövök. Vissza! Menni fogunk! Vissza! Gyerünk, futás! Már itt vannak alattunk is. Gyerünk, bassza meg! Mi van, bassz meg? És rájött már, hogy rossz helyen van? Egy gyereszen tovább! Álljanak meg, mocskok! Ennen a lökölözlemből, de nagyon gyorsan! Álljad meg! Bassza meg! Nem, csak nem jöttünk megint rossz felé. Nem, baszki, nem mi vagyunk rossz fejen, erre csak itt ugorjunk le. Gyertek. Nyomjuk neki, fiúk! Kiárad. Álljad meg! Kiáradtál vagy ott? Nagyon sok rendőr van rajtam. Ügyetek innen! El innen! Mibe kell menni, baszki? Meg. Az én menekülési tervem menőbb lett volna, de valahogy elcsúszott. Jövünk! Álljanak meg! Riki, álljon meg! És onnan hogy mászunk föl amúgy? Ide hogy? Gyertek vissza! Fenn vagyok! Vissza! Cseng, dobjál! Fenn vagyok! Figyelj, mi lett a 4-es tornyos tervel? Ez ég ki el! Hát az a történet, hogy Csenget kérdezd meg. Ja, az fassa. Igazából csak egy henkert volna lenni. Ugorjatok, ugorj! Mi a fasz? Ugorj! Álljon meg, uram! Nem tudok felugrani, bazd meg! Dagadt vagyok és kicsi! Adja meg magát, uram! Ennyi! Samo! Majd valakit fut. Jó ég. Picsába húzva, arrébben le fogok esni.
az én tervem szerint a dömperre beálltunk volna a torony alá, felveszünk a toronyba és leugrunk a toronyból a dömperre. Az nagyon clean lesz volna, csak valahogy elkerült a toronytól a dömper. Valaki leesett, nem? Nem, igen, valaki. A Murph. De már rendőrök körbeállják. Muszáj. Megsérült, úgyhogy menjen. Murph megsérült, és a rendőrök karbai közé esett. Figyelj csak, Cseng! Miért küldted el ezért ilyet a toronytól? Nem tudtuk a toronyhoz jutni, nem? Hát igen, de az előtt már nem volt a toronynál. Ez kurva nagy baj! És akkor most mi a terv? Valahogy belekülni. Álljon meg! Jézusom! Vagy jó? Három hely. Itt vagyok a kocsmánál, én is tudok valamit megvenni. Itt vagyok, elültetek BNB-vel három helyjel. Ne álljunk be, elé már átadnak. Nyilván amúgy a menőbb lett volna a menekülés, amit elterveztem, de amúgy az a baj, hogy most improvizálni kellett a menekülésnél, de megoldottuk. Hát így biztos nem TNT. Valakinek kell segítség? Mi a helyzet? Valami mondja. Rajtunk van egy pár rendőr, egy busz, egy motor, egy kamion, meg egy autó. Ember, miért nem jöttek ide? Kicsit vagyok, amúgy. Merre? Hát amúgy azért jó volt látni mindenki, azt hittem, hogy Cseng CK, az Rigi CK. Meg hogy nagyon jól összegett az, hogy mindenkit meglátottak egyszer, akkor már mindenki valaki írtul össze, most már összeállt a kép, az Goofy CK. Pedig hát csak a pénz kellett. Hát én megyek, de nem tudom hova. Kéne egy autó. Vagyok BNB van, csak segítve van rend. Mondtuk, hogy három kocsiban itt vagyunk körülbelül. Jó, hát nem merek leugrani, nem elütnek. Ti vagytok az ott hátul a kettő, a rendőrök mögött? Igen. Én most előre jövök kicsit valahogy próbálok. Figyeljtek. Álljon meg! Ezt kapjátok ki! Azt a hátat, hogy átugrottam a buszra, vágod, olyan vagyok, mint izé. Passz meg, nagyon kemény volt. Atyaik, van mögöttünk egy helikopter, meg egy pár autó. Jön utánunk egy helikopter, hát valahol már valaki már helikopter is van, rajtunk szerintem. Hát akkor... Megyünk a vált. Imádkozom. Úgy éreztem magam, mint a filmbe. Úgy átugrottam. Csodában magnunk. Tényleg menő volt. Kicsit, hajtottok meg egy csalit. Nem jó! Bassza meg! Álljon meg! Hát inkább a három egység. És egy helikopter. Ha meg befadom a felénk. Köszönöm, hogy van ég. Felszívódok, rumban tört autóm. Olyan helyre kéne menni. A tegnapi nap után szerintem csak... Ha látottok pont annyi, hogy nem. Hányan vagytok még a... milyen nevén? Egyedül vagyok. Senki, ja? Én voltam csak a dömperen rajta. Tehát már kérdeztem. Ja, menjek el, jó? Igen, Murph ez már kórházban van szerintem. Ó, Markus, ezt lehet beszopjuk. Dehogy. Mi történt vele? Elütötték? Vagy mi? Ja. Valahogy leugrott a dömperrel, ez beugrott egy kocsi elé véletlen szerintem. Ezt a sérült. Kérhetnénk egy pontkocsét. Máááá, de látod, hogy kanyarodik! Álljon meg! Szó, dömperen átment egy kibaszott explóra, de nem tudtam követni. Hát azért nem lesz szó, tényleg? Igen, ez durva. Kurvára durva. Nem tudom, mit kéne.
Most jó lenne egy bugvel egy repülővel. Hát én eljöttem, lemegyek a reptére, hogy szerzek egyet, jó? Jó, hát nem tudom, mi meddig vagyunk még itt. Hányan vagyunk még? Még mindig van rajtunk három rendőrautó, vagy négy, meg egy helikopter. Segítek, meg van rendőrautó. Jó, hát próbáljatok úgy menekülni, hogy ne legyen baj a kocsira, írjátok. Hát az, az már elbukott, mert Markus már kétszer beleütközött egy kocsiba. Merre mentetek? Akkor ott hagyom a tippemet, annak itt, semmi bajon. Itt, itt, kaszidó, kaszidó. Már olyan, olyan, pitelnek is minket, baj van. Jövök, meg van rendőr. Én a Hoover Stationnél vagyok konkrétan. Hát azt, ha tudja, a faszom, hogy van, van meg van rendőr. Megcsei Supernatural. Nincs telefonom. Bazi, nincs telefonom, ja? Azt nem, nem hagytak nálam, ja? De kimaradt, menő lett volna még egy rész, megtörténik amúgy, de sajnos nem történt meg. Volt még egy nagyon epic izé moment, amit akartam, hogy megtörténjen, de sajnos nem jött össze amúgy. Azt akartam, hogy Csenget, meg engem engedjenek össze, és amikor én ott vagyok, meg Cseng is, akkor Cooper elmondja, hogy amúgy elárultam. És akkor így, meg izé. Rá, utána fegyvereztük volna le őket, aztán menekültünk volna, de egy picit máshogy kellett, de... Megvagyunk. Ó, bazd meg, végre. Most nagyon figyeltem. Itt szaszecskén bebújjuk a bakorba ide. Nagyon figyel, vagy mi van? Bebújjuk a bakorba ide, mit szólsz? Nincs már jó ötlet? De van. Motéltől tartunk a felé egy helikopter, meg két eső. Én is nem tudom, hol vagytok. Mikor itt adjuk a kocsit, akkor ez gond lesz. Vegyem föl téged a izé. Nem fér bele a forgatókönyvbe. Hát majd elmegyek egy kocsiért, Markus, csak várom, hogy lelépjen a sok rendőr innen. Jé, itt vagy te passzukú, hát hányszor kell neked szólni? Ja, mi, mit kérdezel? Bocs, kurvára nem figy- sok felé helyre kell figyelnem. Mi az, mi van, mi a baj? Kérdezem, hogy mi van? Ja, hát Markusszal voltam, itt elmenekültünk, most egy bokorba bujkálok. Megvett a pénz? Hát az, meg 20 000 adott, ja, és azt mondta, hogy 10 000 majd, hogyha kiszabadultunk. Úgyhogy felhívom, hogy azt odaadja, ha lesz telefonom. Jó. Viszont ezután amúgy Murphyt ránézhetnétek a kórházba, hogy ott van-e, mert szegény baszeg. Most már tényleg én itt fogytiban kap. Akarom csak terírek kocsit, mert ezt ismerik. Itt vagy a pakarban? Én itt vagyok, amúgy a kocsival le lehet. Adja a telefont, hogy értek, hogyha valaki... Hát van, nad kettő. Már megint voltak, hogy körülzítsd rajta. Hát ne adod a tiéd, amúgy szerintem... Azt meglátják ezt a kocsit, itt ott a helikopter, beszoptuk a faszt. Azt meg. Azt meg észrevette, Markus, már régen kellett volna menned a kocsival. Ez itt van. Szerintem menj el a kocsival. De menj el, én meg itt maradok. Vagy fordítva. Jó lesz, jó lesz. Amúgy, hogy nem szabadott volna elengedni a túszokat, hanem a toronyig el kellett volna vinni őket, mert így kurva egy kovalkát volt. Hát az a baj, már folyamatosan akartak futni, meg rengeteg. Rengetegen voltak. Egyet-kettőt kellett volna izé magunkhoz szorítani, az kész. Ja, mondjuk ez jó ötlet. Volt lett most már, igen. Ja, hát nehéz volt ott gondolkodni, sok minden nem úgy ment, ahogy terveztük. Lefokozás is csak ezért volt. Ez így van. Markus, hogy az irányodban mennek páran. Az egész lefokozás, az egész izé beef csengel, a vallomások, mind ezért volt. Markus, te meg vagy? Mondjuk, hogy pár vallomásban írtam, ilyen fassiakat írogattam úgy, Cseng, hogy rossz kód erőszakolod meg. Ja, igen? Azt mondták, hogy kistermetű embereket erőszakolok meg. Van, amelyikben írtam igazságot is, de amúgy is volt már róluk infója, úgyhogy... Kurvára szirénát hallok, még mindig mindenhol amúgy, ez itt a baj, chat. Mindenhol szirénát hallok. Szerintem is elég faszater voltam. Én amúgy úgy vagyok fel, hogy most amúgy megint újra kicsit rákaptam erre ami mondjuk Fallenbe is volt, hogy megtervezünk egy szitút, tök szépen összeírom, hogy mi, hogy merre, menő tervezés, ilyenek. Visszakerül Riki, ugyanúgy, érted, vezető. Másfél tervezőt senki. Hát azért emlékszem, egy hete, amikor először kezdtem írni Csengről vallomásokat, akkor izé. Akkor mindenki rogott, hogy Cseng cikkel most is streamben,
Csengzéken! Úgyhogy, ja. Jön a fuvar? Még mindig várok a bokorba, itt mentem a három autó, itt a helikopter is itt köröz, itt a motel mellett. Te meg vagy, vagy kell a fuvar? Meg vagyok, én meg leszek. Jó. Vágtatom, jaha. Négy rendőrautó a kórháznál. Vágod, Markus, adattam tegnap a lockpicket, az enyém meg utána egyből eltört, úgyhogy most muszáj vagyok elfutni a motelig. Nem kell, itt vagyok, közel, hol vagy? Erre még ja, nem, most megoldom, megoldom, érte, sima. Na jó, jól van, jól van, jól van. Hopp. Pont itt ment a Nino autó, de megvan. Hát az a baj, Tomi, egy ilyet nem lehetett volna kivitelezni szerintem, anélkül, hogy ne tudjon róla. Hát azért nem volt az egész megírva azért, tehát annyi volt, hogy mi magunknak írtam egy tervet. Uri vagy László? László se tudott semmit amúgy. Hogy tudott volna bármit László, TNT kapitány? Van a helikopter is a kórháznál, katya. Jetszi, nagyon sok a sziréna, meg mindig itt a motelnél is. Eljárjuk arra. Nem látok itt sehol a sziréna. De akkor elfogad a piros parkoló, ezt beálltok menni, hogy nélkül olyan? Egy rendőr volt ment el a motelnél. Itt téged hallak itt, Júri, látlak. Piros parkoló, az tiszta. Megyek akkor oda. Gyerünk! Murphyt nagyon elkapták, szegény bazeg. Tipikus Murphy amúgy bazeg. Ő az egyetlen, mondjuk nem amúgy, mert Randyt is elkapták, nem? Valószínű. Jó, hát Randy meg ahogy tényleg a börtönbe éri a második életét. Hát egyhogy. Mióta fehér? Ez aranya hagytam itt. Na jó van, köszi, itt voltak chat a mai streamen, köszönöm szépen a figyelmet mindenkinek. Köszi, itt voltak hamarabb, és holnap találkozunk, nálam streamek egy 6 órát nagyjából, úgyhogy a szerdai megbolondulás indul majd, úgyhogy ja, toljuk mindenképpen. Köszi a figyelmet, és szép estét kívánok nektek, meg minden egyéb dolog, úgyhogy ja, legyetek jók. Buszi a pacitokra, hello.